Szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem, példaképen Balog Mária. Szia, Marci. Szervusz, Lajos. Látom, mennyire meglepett vagy, hogy elhívtalak a műsorba, de azt is elmondom rögtön, hogy miért téged választottak most példaképemül. Azt gondolom rólad, hogy te egy ézig-vérig szociális munkás vagy. Téged az Isten is annak teremtett. Amióta ismerlek, az életed minden tekintetében szinte szerintem ez a lelkület, a társadalmi nyitottság, a szociális munkás éned az megjelenik, beszívódik, beívódik minden, bátyárja az egész lényedet. Honnan indult Balog Mária? Hát először is köszönöm szépen a bemutatás ezen részét, hogy honnan indult, elég hosszú volt az út eddig. És remélem még nagyon hosszú is lesz sokáig. 94. decemberében költöztem Paksra. A gyermekkoromat Pálfán töltöttem. Gyermekeim születését követően lehetőségem adódott arra, hogy Pakson, Vakbattyán gimnáziumban leérettségizzek. Itt megállítanám. Igen. Nőként, és roma nőként, főleg, hogy már vannak gyerekek. Ezon egyértelmű ez a mondat, hogy lehetőségem adódott arra. Ezt egy kicsit úgy bontsuk ki jobban. A lehetőségem abban adódott. Tehát annyira egyértelmű volt, hogy érettségi, értelmiségi lét, értem a kérdést. A lehetőségem abból adódott, hogy gyermekkoromban, tehát a 8 általános után nem igazán volt lehetőségem. Nem tudtak támogatni abban a tekintetben, hogy tovább tanuljak. Uh-huh. Én utána dolgozni kezdtem 14 évesen. Majd férhez mentem, és utána lehetőségem adódott arra, hogy a gimnáziumot elvégezzem. Ez idő alatt egyébként nagyon sok olyan emberre találkoztam, aki nekem példaképként szolgált, támogatott, segített abban, hogy egy kicsit több lehessek annál, mint ami akkor voltam. Tehát akkor a továbbtanulásra lehetőség tulajdonképpen innen kezdődött. Tehát saját indítatásból is, illetve a támogató közeg példaképeid, így, segítőid igaz, által. Így igaz, igen, igen, igen. Majd miután leérettségiztem, 2005-ben beadtam a felvételimet az I.S. Gyula Főiskola karára általános szociális munkára. Sikeresen elvégeztem 4 év alatt, de közben 2009-ben még a diploma előtt lehetőséget kaptam a Tolna megyei területi gyermekvédelmi igazgatóságtól, hogy a 2. számú gyermekotthonukban Faton családgondozóként dolgozhassak. Uh-huh. Nagyon örültem a munkának és a lehetőségek. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam belőle. Nagyon jó kapcsolatot ápoltam a gyerekekkel, nagyon jó kapcsolatot ápoltam a szülőkkel. Azt gondolom, hogy itt elmondhatom azt is, hogy romaként. Uh-huh. Sokkal befogadóbbak voltak a szülők, illetve a gyermekek, akik ez idő alatt uh-huh. átmeneti nevelésben voltak. Tehát a kapcsolattartás terén mindenképpen pozitív volt a romaságom. Nem hajlok ennyire gyorsan előre szaladni. Nem muszod meg a kérdést. Térjünk vissza a főiskolára. Rendben. Tehát azt gondolom, hogy ugyan 2014-et írunk, és bár ne így lenne, de az, hogy nőként, roma nőként, aztán gyerekek mellett, érettségi, majd pedig a főiskola. Téged most úgy hallgatlak, mint egy akármilyen, bármilyen más nem roma állampolgár lenne, hogy itt föl is írtam magamnak, hogy lehetőség. Tehát, hogy ezek mentén is annyira egyértelmű volt az, hogy aztán az érettségi, szóval beadtam a felvételimet a főiskolára, és akkor sikeres volt. Tehát, hogy ez ennyire simán ment, mint ahogy most így elmondjuk, elbeszélgessük, vagy azért anyaként, nőként, roma nőként volt-e valami? Én inkább gyerekként kezdeném ezt a dolgot. Uh-huh. Ez inkább gyerekkorból indul ez a dolog, uh-huh. hiszen azt gondolom, itt beszélhetünk nagyon sokunk nevében, hogy gyerekkorban kialakul ez a kép, hogy vajon mi leszel, ha nagy leszel. Maga a segítő szakma, ami erre felé terelt, hogy én szociális munkás uh-huh. legyek, és éppen ide adjam be, uh-huh. és ezen belül is gyermek- és ifjúságvédelmi uh-huh. specializációm legyen az a gyerekekhez való kapcsolatom, illetve uh-huh. az, hogy olyan sok
azt gondolom, hogy hátrányos helyzetben lévő gyermek van, akinek kell a segítség. Néha elég nekik egy jó szó, elég az, ha megsimogatod. Ahhoz, hogy ezt szívvel, lélekkel, nem csak munkából, hanem hivatással tud csinálni, ahhoz azt gondolom, hogy egy kicsit benne kell lenni, meg kell élni ezeket a dolgokat, hogy az a gyerek elhiggye, hogy tényleg megérintetted, hogy tényleg lehet belőle valaki, és hogy őre tényleg figyelsz. Talán ez motiválta arra, hogy erre, mert én is szerettem volna. Aztán anyaként szerettem volna a gyerekeimnek, elsősorban egyébként nekik szerettem volna példát mutatni azzal, hogy igenis lehet a nulláról indulni, és igenis elérhetünk bármit, hogyha szeretnénk. Még mielőtt ezen a vonalon tovább megyünk, az, hogy a gyerekeidnek szeretnél és szerettél volna példa lenni, illetve, hogy látom, hogy a végletekig a szociális szféra, a szakma, a hivatás az a mindened. Viszont azért kíváncsi lennék rá, hogy a közeged, a környezeted, az ismerőseid, az, hogy egyáltalán az értelmiségi létbe bekerülsz, mert azt tudnod kellett, hogy ezzel nem csak egy szakmát szerzel, hanem egy teljesen más világ, egy teljesen más közeg lesz, ami a magáénak tud téged, ez pedig ugye az értelmiségi kör. Ezt hogyan kezelted te magad, illetve hogyan kezelte a többségi társadalom, a környezeted? Itt arra gondolsz, hogy találkoztam-e előítéletekkel? Akár. Találkoztam, természetesen ez a mai napig igaz. Találkozom előítéletekkel, azt gondolom, hogy helyén kell kezelni ezt a részét. El kell fogadni azt, ami vagy. Nem szabad önmagadat megtagadni. Ettől függetlenül ebbe a társadalomba be lehet illeszkedni. Kicsit akarni kell, kicsit többet kell tenni, ugyanérte romaként, de be lehet illeszkedni, és lehet tovább csinálni. Maga a közeg, hogy mennyire volt elfogadó? Változó. Változó. Volt, hogy igen, volt, hogy nem, de azt gondolom, ezt mi megtapasztaljuk mindannyian. Igyekszem mindig önmagamat adni, és önmagam által elfogadtatni magamat. Ez a jelenlegi munkámhoz is kapcsolódik. És hogy ismerlek, kellő humorral, kellő iróniával kezeled az ilyen előítéleteket, azt gondolom, a humor az alapja az egésznek. Ki nem néznék belőled, hogy te egy diplomás értelmiségi romanő vagy, hát még egy olyan közegbe dolgozol, ahova esetleg nem takarítani járnak a romanő, hanem dolgozni, esetleg szellemi munkát. Értem. Ezügyben teljesen ismerem az álláspontodat, és azt gondolom, tudok ezzel azonosulni, tehát a humor. Alapja. Kellő ironia, az kell hozzá. Igen. Nos, előrevetítetted a munkavilágát. Tehát jött akkor ez a faddi lehetőség, ahol hát nem kicsit hátrányos helyzetű gyerekek közelébe kerültél, tehát bizonyos szemszögből talán ez a Kánaán volt neked a tekintetben, hogy kiéled a szociális területen való tenniakarásodat. Erről egy picit beszéljünk még, illetve arról, hogy aztán hogyan tovább, mik jöttek, még merre sodrottál? Nos, nem volt az ennyire egyszerű, amikor először szembesül a gyerek az ember azzal, hogy ennyi gyerek nem a családjában tölti a mindennapjait, hanem sajnos más lehetőség nem volt. Pontosan ezért ott tölti. Tulajdonképpen anyukájuk helyett anyukájuk voltam. Nem csak magát, a családokat, illetve gyerekeket gondoztam, hanem megpróbáltam őket olyan szeretettel, figyelemmel körbevenni, amit jó magam is megkaptam tőlük, és viszonoztak. Minden gyerek, a mai napig vannak olyan gyerekeim, akik keményen tartom a kapcsolatot, illetve a családokkal tartom a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy a 3 év alatt nagyon-nagyon erős bizalmat, kötődést tudtunk kialakítani. Nagyon sajnáltam, hogy tovább nem lehetett ott lenni, de azt gondolom, hogy amit tudtam, megtettem. Abban a tekintetben, hogy a gyerekek egy kicsit, csak egy icipicit, ha csak 3 percre is elfelejtsék azt, hogy ők nem az édesanyjukkal és az édesapjuk vannak, nem a családban élnek. És ezt követően egy felfelé ívelő pálya következett, stagnált, vagy direkt kerested azt a lehetőséget, hogy olyan helyre menj tovább dolgozni, ahol a szociális
munkát azért valamelyest tudott gyakorolni, tehát hogy voltak-e ebbe esetleg gyengébb időszakok? Vagy... Egy ideig utána stagnált maga a munka, viszont mindenképpen azt a területet keresem, ami a szociális szakmával, emberekkel, gyerekekkel foglalkozik. Ez vagyok én. Ezt szeretem csinálni. Után? Ezek után jött 2012. decemberében egy támopos program, amit a rendőrség, illetve Tolna megyei kormány hívott, együtt konzorciumban létrehozott, és így Pakson kezdtem el a rendőrkapitányságon dolgozni. Nos, hát azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében elmondhatom, akik ott dolgoznak, hogy kezdeti izgalom, félelem, vajon be tudok-e illeszkedni, vajon elfogadnak-e, után nagyon-nagyon örülök annak, hogy szinte zökkenőmentesen történhetett meg ez a dolog, és ebben nagyon sokat segítettek a rendőr kollégák, illetve a kapitány úr, dr. Kuti István. Ugyanis vele együtt bűnmegelőzési előadások címén létrehoztunk egy olyan programot is, amit csenegő programnak neveztünk. Ezen belül igyekeztünk egyébként nem csak a gyerekeknek, hanem a családoknak is segíteni, mert ez arról szól, hogy az iskolából hiányzó, tehát otthonról elindul a gyerek, iskolába nem megy be, gyerekeket felkutattuk, megkerestük, abban az esetben, ha megtaláltuk őket, akkor a rendőr kollégáknak jelezve visszavitték őket az iskolába. Ami abban a tekintetben nagyon-nagyon jó volt, hogy megtarthatta a család a családi pótlékot, ami azt gondolom, hogy nagyon sok helyen szinte megélhetési forma, illetve a gyerek maga egy kicsit tovább tudott jutni. Ezen belül, aminek nagyon örültem, az Pakson egy általános iskolában, csendszoba keretében halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozhattam. Nagyon-nagyon-nagyon jó foglalkozásokat tartottunk, ebben volt egy kis differenciálás, felzárkóztatás, meseolvasás, sok olyan dolog, amivel a gyerek bizalmát el tudtam nyerni, és segítséget tudtam nyújtani. Azt gondolom egy kicsit talán nem csak nekik, hanem a pedagógusoknak, hogy ezt másképp is lehet csinálni. Hát egyrésztről azt gondolom, azt látom az alapján, amit elmondtál, hogy ebben a jelenlegi munkában, amit most végzel, áldozatsegítőként, tehát bőven van arra lehetőséged, hogy a szociális munkát gyakorold, gondolom főleg az áldozatsegítés tekintetében, illetve hát azért nem áll túl messze tőled az sem, hogy a pedagógia módszereivel gyerekek előtt beszélj, egy kis szemléletformálást eszközölj. Most akkor jól érzed magad ebben a munkában? Igen, jól érzem magam, illetőleg kaptam ismételten egy olyan lehetőséget, hogy roma társadalom ismeretet tarthatok Pakson a Vakbattyán gimnáziumban. Ez azért nagyon jó, mert bemutathatom már a jövő nemzedékének is egy kicsit más szemszögből a romaságot, egy kicsit a kultúrájukról, egy kicsit a történelmükről beszélhetnek, hiszen ők kikerülnek majd a nagyvilágba. Ezzel egy kicsit talán enyhíteni tudom azt a sok előítéletet, ami mindannyiunkban van, amivel esetleg találkozhatnak, illetve igyekszem példát mutatni nekik arról, hogy igenis bármit elérhetnek. Igyekszem megfordítani azt a szemléletmódot, hogy maga az, hogy cigány, nem kell félni a szótól. Nem kell tartani attól, hogyha ezt kimondom, akkor én ezzel rosszat teszek, vagy ha felvállalom önmagamat, akkor én ettől rosszabb leszek. Tehát nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és nagyon-nagyon jól érzem magam. Igen, ezen a programon belül is ki lehet teljesedni. Hát elég komplex tevékenységed van akkor, mind neked, mind pedig nyilván a kollégáidnak, az áldozatvédelem, bűnmegelőzés, és ezen kívül ráadásul még van arra lehetőség is, hogy a roma népismeretet okítsd, illetve hát ezúton is ugye szemléletformálást gyakorolj. Van neke még szakmai tekintetben céljaid, ambícióid,
amiket szeretném megvalósítani. Most lehet konkrétumokról is, lehet hosszú távú tervekről beszélni akár. Hosszú távon, ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, az, hogy maradni szeretnék ezen a területen. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknél kell elkezdeni a szemléletformálást. Mindig ott kell elindítani, a lehető legkisebb korban. Illetve segítséget szeretnék adni, nyújtani. Én azt gondolom, hogy ez nem minden esetben pénzzel lehet. Uh-huh. Ezt simogatással, beszélgetéssel, megértéssel, odafigyeléssel, türelemmel elérhető lehet ez a dolog. Hosszú távú célom szintén az, hogy nagyon-nagyon szeretnék továbbra is ezen az úton maradni, hiszen roma vagyok. És nekik is, de nem csak nekik szeretnék segíteni. Nem. Nem csak nekik szeretnék segíteni, mert azt gondolom, hogy ebben a társadalomban már nem csak őnekik van szükségük segítségre. Arról beszéltünk, hogy az iskolákban gyerekek pozitívan csatolnak vissza a veled kapcsolatban. Az is érdekelne, hogy az áldozatsegítés során az ügyfelek, és most az emberi része érdekel, milyen interakciók zajlanak, mennyire tudtok segíteni, illetve mennyire pozitív a visszakapcsolás egyrészről az ügyfelek tekintetében, másrészről pedig esetleg az idősekkel kapcsolatban is van-e valamilyen tevékenységetek? Igen, az időseknél előadásokat tartunk, bűnmegelőzési előadásokat. Azzal kapcsolatban, hogy áldozatsegítés terén, igen, bejönnek az ügyfelek, szeretnek minket, elfogadnak minket, meglepődnek, hogy erre van lehetőség, és hogy milyen jó, hogy van végre valaki, aki foglalkozik velük. Identitásomat tekintve, illetve előítéletre tekintve, nagyon kedvesek, bájosak, nagyon jól kezelik, ez most teljesen mindegy, hogy roma vagy nem roma. Volt olyan esetem, hogy megsimogatták a kezem, és megkérdezte tőlem egy idős néni, hogy hát én sokat járok-e szoláriumba, hát nem mert rákérdezni. Nagyon kedves, bájos volt, utána viszont hatalmas ölelések közepette köszönte meg azt, hogy tudtunk neki segíteni, mert tudtunk neki segíteni. És megkérdezte, hogy bejöhet-e egy szép szóért, és azt mondtuk, hogy igen, mindig nyitva van az ajtó. Mindig megtalál minket. Ez nagyszerű. Akkor ez igazán neked való ez a terület, ez a munka. Hát szívből kívánom, hogy a céljai, terveid valósuljanak meg. Azt gondolom, nagyon sok nézőnek, nagyon sok nőnek, és azon belül is talán nagyon sok roma lánynak, nőnek, asszonynak adtál olyan impulzusokat, ami talán előrébb viszi őket. Az érdekelni még, hogy milyen üzenetet tudnál nekünk itt hagyni, amiből mi magunk is tudunk építkezni, én magam is, a nézők is, ami talán téged mozgat, ami a te világképedet, szemléletmódodat talán legjobban tükrözi. A napi gondok, a megélhetési gondok mellett azt gondolom, hogyha megpróbálunk önmagunk maradni, illetve talán azt mondanám, hogy amellett, hogy önmagunk maradtuk, ne adjuk fel, merjünk nagyot álmodni, igyekezzünk megtenni érte mindent, és bízzunk, reméljünk és higgyünk. Leginkább higgyünk abba, higgyünk önmagunkba, higgyük el, hogy mi is képesek vagyunk, és mi is ugyanolyanok vagyunk, jók vagyunk. Köszönöm, hogy számomra nagyon pozitív üzenete van mindannak, amit mondtál. Hogyha általában olyan interjúon, amikor romával beszélnek, legyen az akár értelmiségi is, nem kerülhető el az, hogy pejoratív dolgok ne jöjjenek elő. Próbáltam, mint hogy a többi vendégnél is, egy kicsit mind a pozitív, mind a negatív oldalát a pályafutásnak megmutatni. Nálad valahogy ez, hál' Istennek, nem sikerült, ugyanis egész végig azt mondod, amit azt gondolom sokszor, és az származástól független, hogy nagyon sok ember panaszkodik és panaszáradat, és te egész végig így lehetőség, úgy lehetőség, amúgy lehetőség,
lehetőségem volt rá, lehetőséget kaptam. Tehát sokszor használtad ezt a szót, és azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon, ennek a szónak eleve egy pozitív üzenete. Illetve azt tükrözi legjobban azt, hogy, hogy igazán ott vagy a rendőrségen, hogy kollégákról beszéltél. Nem rendőrökről, nem ott dolgozókról, hanem kollégákról. És azt gondolom, hogy ez egyértelműen azt tükrözi, hogy, hogy jól integrálódott az a kör, aki áldozat segítőként elkezdte a munkáját ebben a programban. Én szívből kívánom, hogy nagyon sok siker, lehetőség érjen még az életben. Köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kérem, tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolna Táj Televízión.